Tűzoltóként is foglalkoztatott a múlt, miután sok minden gyűlt a kezünk alatt a múlt emlékeiből, felújítottunk régi kocsi fecskendőket, már nem használt eszközöket, mondta Lévai Kálmán nyugállományú tűzoltó ezredes kirendeltségvezető. Az egyik cél a múltnak a bemutatása, a másik cél az, hogy ezen keresztül az ifjúság megismerje azt, hogy mi is az a tűzoltóság valójában, hisz a nagy szürke vagy kék kapuk be vannak csukva, és akkor nem igazán látnak bele ebbe a tevékenységbe, bár most már a sajton keresztül rengeteg információjuk lehet. Hát ezen güzültünk, és hát amikor be kellett csuknunk a átalakítás miatt, vagy a javítás miatt a kiállító termet, akkor bíztunk benne, hogy hát, tényleg fél év alatt kész van, és akkor jövünk vissza. Hát a fél év alatt talán kész volt, viszont az egész annyiban változott, hogy nem tudtunk visszamenni, és bizony 4 év nyitvatartás után, ami igen sikeresnek mondható, 4 év becsukás következett, és most már nagyon ott tartottam, hogy valamit kezdeni kell, hisz olyan helyre vittük el, amit 6 hónapra terveztünk, és béreltünk raktárhelyiséget, és bizony 4 év alatt nem kevés volt a bérleti díj. A másik cél az utánpótlás nevelés, a fiatalokat a tűzoltóhivatás felé irányítani. Lévai Kálmán tűzoltógyűjteménye első darabját 1980 karácsonyára kapta feleségétől. Amikor tűzoltó lettem, a család ismerősök számára váratlanul, én nagyon szerettem tanítani, de soha nem pedagógusnak készültem, hanem valami másnak. Isten igazából nem körvonzódott, bár én sok mindent tanultam menet közben, de jött ez a lehetőség, és hát átmentem tűzoltóságra, megnéztem, hogy mi ez. Szimpatikus volt a feladat is, az ötlet is, a emberekkel, pedagógiai ott is előjön, mert emberekkel is kellett foglalkozni, és hát miután ehhez kedvet kaptam, akkor úgy gondoltam, hogy akkor nézzük, hogy mit lehet itt alakítani, ott bent is, mit lehet másképp csinálni, jobban csinálni, szimpatikusabban csinálni, hisz a laktanyákat én mindig olyan bezárt valaminek néztem, 2 helyen is voltam katona, tehát volt benne részem, de a feleségemtől az első karácsonyra kaptam egy kis szirénázó tűzoltóautót, hogy ha már tűzoltó vagy, akkor legalább tűzoltóautó. És hát mivel végül is irodai állomány voltam, ugyan én voltam a vonulási állománynak a közvetlen főnöke, de csak üldöztem a tüzeket, mert ezek meglátták, hogy beülök hozzájuk a kocsiba, akkor mondták, hogy na itt se lesz már tűz, maximum füst a végén. És tényleg az volt, hogy másfél éven keresztül én nem láttam tüzet. Tüzecskét esetleg, de olyan igazi tüzet nem, mert ha sikerült beülnöm a kocsiba, engedte a munka, akkor mentem a fiúkkal, hogy lássak, hogy mi ez a tevékenység. Most már konkrétan valamikor régen, ifjúkoromban láttam én egy tűzoltást, de az már régen volt, lássam frissibe, meg akkori eszközökkel, és aztán mit lehet alakítani. Hát akkor ugye régebbi eszközeink voltak még. És hát innen indult, hogy régebbi eszközök. Hogy egy-egy kidobásra ítélt, vagy lecserélt eszközt nem dobunk ki, hanem hát tegyük el, jó lesz még, hát milyen a karcagi, hogy jó lesz az még valamire. Isten igazából nem fogalmazódott ez még meg, hogy mire is lesz jó, hogy múzeum, vagy bemutatóterem, vagy ifjúságok toborzása, csak ne dobjuk ki, hát egyébként még használható, de már elavult. Sokkal jobb, korszerűbb, könnyebben kezelhető dolgok voltak helyette, és akkor eltettük. És akkor az ott volt a szekrény mélyén. Aztán megint jött valami, megint. Gondol a gyerekekre is, mert az udvarra ki lehet majd vinni a távirányítós tűzoltóautókat, de a puttonyfecskendőt is ki lehet majd próbálni, de a mai tűzoltóságot is megmutatja majd az érdeklődőknek. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ami talán a mai fiatalokhoz
közelebb áll, hogy működjön valami, ne csak egy ilyen statikus dolgot mutassunk meg, eddig is meg lehetett, de hogy még jobban meg lehessen fogni, ki lehessen próbálni, ami olyan, hisz itt az udvaron lesz lehetőség arra, hogy akár tömlőt gurigázzon, hogyha éppen arra van kedve, akár megmutatunk egy mai tömlőt, hogy milyen súlyú, milyen könnyű, milyen könnyen gurul, milyen könnyen simul, meg megmutatunk egy régit, amit, hogyha nagy lendülettel kigurít, és nem vigyáz, akkor még lábszáron vágja, mert ugyanúgy vissza is jön, mert annyira merev volt, és ez nem az idő tette merevvé, annak idején is merev volt, mert egy kemény anyagú valami. És hát különböző gyerekeknek, igazán kicsi gyerekeknek szánt dolgokat is szeretnénk majd ott bemutatni. Hadd jöjjenek ide játszani, hadd tudják kipróbálni, hadd lássák, hogy mi ez, és akkor a gondolat csiráját talán elültetjük a fejükbe, és akkor később, ha visszajönnek már iskolás, vagy nagyobb iskolás szemmel látva, hisz a mai fiatalok sokan nem tudják, hogy mik is lesznek, ha nagyok lesznek.